Nagyon kellemes szép napot kívánok szeptember 18-án kedden. Önök a Color TV élő közéleti magazin műsorát, a Color Live-ot látják. Elsőként a mai adásban Szitka Péter polgármester úrral beszélgetek, mégpedig sport lehetőségekről lesz szó diákoknak és ovisoknak. A tegnapi napon, szeptember 17-én indult el egy új úszásoktatási program, méghozzá egy hosszas előkészítő munka után a Polák Mihály Általános Iskolát és tagiskoláit érintően a Kazincbarcikai Fedett Uszodában. Erről is szó esik, valamint az ovisok számára is elindul egy program, Fit Ovi néven készségfejlesztő foglalkozások indulnak az óvodákban, erről beszélgetünk. Közeleg az október, és közeleg az idősek hónapja és az időseknek a napja. Ennek kapcsán a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ igazgatója István Zsolt érkezik hozzánk. Különböző programok valósulnak meg a jövő hónapban, erről faggatom. Pelle Anna, az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub elnöke pedig annak apropóján érkezik, hogy a jövő héten 10. évfordulóját ünnepli a klub, és ennek kapcsán egy fontos jótékonysági akcióval készülnek. Már is kezdünk, tartsanak velünk! A tegnapi napon egy új sportprogram sorozat indult Kazincbarcikán. Köszöntöm a stúdióban Szitka Péter polgármester urat. Kedves sokan! A Kazincbarcikai Fedett Uszodában valósul meg ugye ez gyakorlatilag egy úszásoktatási program. Ez hosszas előkészület előzte meg ezt a programot és ennek létrejöttét. Egyáltalán honnan jött a program gondolata? És pontosan a program részleteiről érdeklődnék. Ugye úszásoktatásról, a tankerület szerepéről, a szülők, hogy hogyan szeretnék, hogy a gyermekeik ugye megtanuljanak úszni, az azért már a korábbi időszakban is volt, és ez most egy olyan szerencsés együttállás, amikor ez a három szereplő gyakorlatilag azon gondolkodott el az elmúlt időszakban, hogy hogyan lehetne ezt közös szára úgy felfűzni, hogy az általános iskolás rendszeren belül gyakorlatilag a vízzel való szoktatása, a magának az úszásnak a megszerettetését hogyan tudjuk közösen megoldani. És így született meg az az ötlet, hogy gyakorlatilag legyen benne egy ilyen folyamatosság. Tehát ilyen állás szerint ugye a barcikai általános iskolásoknál ugye a harmadik, a negyedik és az ötödik év folyam az, akik rendszeresen találkoznak vízzel, és most ugye hétfőtől gyakorlatilag három szakértővel, akik ugye az úszáshoz értén, megszerettetik velük a vizet, akik meg már tudnak úszni, gyakorlatilag ugye fejlettségi és hozzáértés szempontjából ugye külön választ ván, elkezdik fejleszteni őket, és ezt a vízes sportokhoz való alkalmazkodást gyakorlatilag egy kicsit átültetni a gyerekekbe. Nagyon jó a fogadtatása, egyrészt hogy a szülők visszajelzése az, hogy van ebben egy ilyen folyamatosság, azt rendkívül pozitívan értékelik. Az ő szerepük tulajdonképpen az, hogy a gyerekek az uszodába lejussanak, tehát ők azt a költséget vállalják, hogy ők ott vannak. A tankerülettel közösen pedig ugye nyilván az, hogy a három év folyam magában az uszodában helyet kapjon, illetőleg az önkormányzat vállalta azt, hogy maguk azok a szakemberek, akik foglalkoznak a gyerekekkel, azok ugye a mi Barcika Art foglalkoztatásában ezt a tevékenységet teszik. Úgyhogy én azt gondolom, várjuk annak a visszajelzését, hogy egy ilyen folyamatosság mit is jelent majd az általános iskolákban. Már van tovább gondolkodás is tulajdonképpen, mert ugye igazából az lenne a szerencsés és a kezdő állam az volt, hogy majd minden év folyam tulajdonképpen találkozzon vízzel az adott év folyamán. Ugye hát azért megvan ennek egy menete, meg egy ilyen sorrendje. Én merem remélni, hogy a pozitív visszajelzéseket követően tudunk nyitni majd a többi év folyam irányába is, és akkor ebben a tankerületi partnerség és ugyanúgy a szülők is meglesznek, hogy minél fiatalabb korban azért az, hogy valamilyen módon megtanuljanak a gyerekek úszni, megszeressék a vízesportokat, azért az legyen meg. Nyilván nem teljesen önérdektelen ez a dolog. Ugye értvén ez alatt, hogyha a város nagyobb sportkomplexumban gondolkodik, már pedig ugye ez ma már azért Kazincbarcikán közszájon forog, akkor azoknak az egyesületeknek és azoknak a sportágaknak a tulajdonképpen gyermeklétszámát tudják ezek a gyerekek bővíteni, amennyiben nyilván ezt megszeretik, ezt a vízes sportot, akár az úszás is nyilvánvalóan a vízilabda értendő ide. De mondom, nagyon sok mosolygós kis gyerek most jelzése jött vissza, meg a szülők is azt mondták, hogy ez így szerintük rendben van, úgyhogy
Úgyhogy bíztatnak minket. Ez abban is újdonság, hogy korábban nem volt ilyen jellegű úszásoktatás? Egy kicsit szerteágazóan volt. Tehát a tankerület részéről megvolt az, hogy néhány év folyamat, először azt hiszem egyet, utána két év folyamot. Az önkormányzat részéről megvolt az, hogy úszóoktatások mentek ugye lent az úszodában, és a szülői részéről is megvolt, amikor ideje engedte, mondjuk egy nyári időszakban, mondjuk egy intenzív tanfolyamra beiratta a gyereket. Most talán ez az, ami egy kicsit így össze van húzva egy csokorba, és szerintem ez a jó, mert ugye a gyerekek azokkal, akikkel tulajdonképpen egy ívásúak, tehát egy korosztály azokkal, és azokkal, akikkel egy felkészültségi szintjük van az úszásra vonatkozólag, azokkal megfelelő szakember mentén gyakorolják, illetőleg tanulják meg a különböző mozgásokat, meg magához a vizes élményeket. Úgyhogy valahogy ez a három korábbi időszakban is megvolt, de az, hogy ez iskolai időszakban és egyfajta intenzív 3 hetes ilyen turnusban gyakorlatilag valósul meg, azt a szakma is nagy elismeréssel fogadja, és hát remélem, hogy a szülők is, mert hát ugye nem kell ismételni mindig, hogyha későbbiekben megy majd megint úszni, hanem azért van egy ilyen intenzív jellege is. Testnevelés óra keretein belül valósul meg ez az oktatás? Igen, ugye most megvannak a tanuló pénzei is tulajdonképpen ennek a képzésnek, ugye most megnézzük azt, hogy illetve hát nyilván a szakmai kollégák nézik meg a tankerülettel közösen, hogy melyik a helyes, ugye most ez a 45 perces, tehát az egy órás képzés egyébként ez jó-e, ezt kell-e bővíteni, és akkor ehhez kapcsolódóan maga az iskola is, maga az oktatási rendszere hogyan tud adott esetben idomulni, de ezek majd a jövő zenéi, tehát első körben azt nézzük meg, hogy ez a jelenlegi felállás, amiben nagy egyetértés volt és elindult, ez milyen pozitívumokat fog hozni, és természetesen milyen olyan építő jellegű kritikák vagy észrevételek lesznek a szakma részéről, testnevelő tanárok részéről, ugye az úszóoktatók részéről, ami egyébként segíti majd az elkövetkezendő időszakban ezt a munkát. És hát ugye Kazinc Barcikán minél több úszó kislány és kisfiú lesz, ez azt gondolom, hogy ez nagyon nagy szerencse. Hogyan épül fel ez a program? Ugye említette, hogy 3 hetes képzések vannak, minden úszásnemet megtanulhatnak itt a diákok? Azt szokták mondani, ugye ez egy, most egy, hogyha kiválasztunk egy gyereket, akkor ebben az évben ugye ez egy 15 órás program számára, amit, ahogy említettem is, azért ez intenzív. Gyakorlatilag minden úszásnemmel meg kellene és meg szeretnénk ismertetni a gyereket. Ugye ha jól tudom, akkor ugye, de nyilván ezt a szakma sokkal jobban tudja, a mellúszás az, aminek az első lépéseivel elindulnak egy gyerekkel, ha már egyébként a vízhez szoktatás és az idegenkedés, ami alapvetően szokott lenni kisgyerekként, az nincs meg. Tehát a kérdésre válaszolva, tehát mindegyik úszás nem elsajátítása lenne az elkövetkezendő időszakban a cél. Nyilván ez függ attól is, hogy a gyereknek az affinitása és a kedve, illetőleg az adottságai milyenek az adott úszás nemhez. De hát alapvetően az a cél, és az lenne szép, hogyha mindegyikbe bele tudnak kóstolni a fiatal. Ugye miután a testnevelés óra keretein belül zajlik ez az oktatás, felmerül a kérdés, hogy költségei vannak-e ennek, mondjuk a szülők lenézve. Hát hogy nem. Hát a szülők részéről ugye annyi, hogy ha szabad ezt így fogalmaznom, hogy a lejárás tulajdonképpen, tehát az utazás költségét kell megtéríteniük. Ugye itt felmerül azoknak a szakembereknek a költsége, akik magát az úszás oktatást ugye bonyolítják, azt az önkormányzat vállalja. Van 2 évfolyam, a 3. és az 5., amit a tankerület fizet, ami gyakorlatban ugye magának az úszodai költségeknek a megtérítését jelenti, és mivel abban egyetértés volt a szakma részéről, hogy legyen egy folyamatosság, ezért az önkormányzat a 4. évfolyamot is vállalta. Tehát így épül fel most ez a 3-4-5, de ahogy említettem is, ugye a kitekintés megvan abba az irányba, hogy adott esetben majd ezt a későbbiekben bővítsük. Természetesen itt ugye a tankerülettel, a szülőkkel való egyetértésben tud ez csak működni, meg egészen más már egy felsőbb évfolyamos hölgyet vagy urat ugye a vízhez hozzászoktatni, vagy magával az úszást megszerettetni, mint mondjuk egy elsős vagy egy másodikos apróságot, aki azért nyilvánvalóan sokkal fogékonyabb is tud lenni adott esetben erre a dologra. De nem szaladnék ennyire előre. Mondom, most az elkövetkezendő 5,5 hónap tulajdonképpen ennek a programnak a kinövéséről, vagy lebonyolításáról szól, és ezt követően akkor ugye összeülünk megint, és megnézzük, hogy hogyan lesz. Így van, tehát megnézzük, hogy hogyan tudjuk még tovább fejleszteni ezt a programot. Azt tervezik esetleg, hogy további intézményeket is bevonnak a programba? Ugye most is szólt arról, hogy ez főleg melyik korosztályt érinti. Gondolok arra, hogy idősebbeket, vagy fiatalabbakat, esetleg óvodásokat is bevonni. Igazából ugye
A cél az lenne, hogy minél több korosztályt ebbe bevonjunk. Jelen program ugye kizárólag az általános iskolában járó gyerekekre vonatkozik. Ugye az idősebbeknél ugye a FIB-barcik a keretein belül azért megvan az a foglalkoztatás, ami a vizes dolgokhoz való, mondjuk úgy, akinek kedve van és a vízi tornákat, ezeken részt tud venni. Nyilván itt a kapacitást is azért folyamatosan figyelembe kell venni, tehát most jelen állás szerint van egy 33-as medencénk, amivel ugye tudnak a kollégák gazdálkodni, és azokhoz való szigorú beosztás is kell. Ugye reményeink szerint az elkövetkezendő időszakban ugye majd a vízi komplexummal azért ez bővülni fog, tehát ugyanúgy, ahogy most is megvan egy azért egy tanmedence, meg egy nagyobb medence feloszthatóságával, ugye egyrésztről nyilván a lehetőségek bővülni fognak, de nyilván ehhez fel kell készíteni a várost, és ezt szorgalmazná tulajdonképpen ez a program, hogy már amikor, tehát ne az legyen, hogy megépül valami, tehát megépül egy jégcsarnok, megépül egy nagy úszoda, és akkor gyakorlatilag kong az ürességtől, hanem már legyen egy felvezetése ennek, ahova egyébként már olyan örömteli fiatalok, középkorosztály, bárki megy, aki egyébként már alapvetően valamelyest belekóstolt akár a vízben, mint csak simán amatőrként úszó, vagy valamilyen egyesületi formában, vagy adott valamilyen kötött formában, ami ugye lehet valami intézmény, lásd ugye most az imént, amiről beszélünk, az általános iskolai forma. Na és beszéljünk egy másik fontos programról, ez pedig ugye az ovisokat érinti. Fit Ovi néven indult el nemrégiben egy sportprogram. Egy sikeres pályázat eredményeképpen ugye több műfüves sportpálya is átadásra került az óvodákban. Igen, hát ez valóban egyébként, ugye itt, ez még aranyosabb, tehát itt még aprólékabbak és még kisebb gyerekeknek a mosolyát láthatja az ember, hogyha akarja. Ugye valóban így van egy alapítvány, amely a korábbi időszakban meghirdetett olyan lehetőségeket önkormányzatoknak, hogy óvodán belül olyan kis sportkomplexumokat hoznak létre, amelyek tulajdonképpen egy kicsit időtállóak is, és több sportágnak tulajdonképpen a lehetőségét biztosítják ezeknek a apróságoknak. Már négyen túl vagyunk, és még két óvodában a pályázat ugye benyújtásra került. Magyarán azt szeretnénk elérni, hogy Kazincbarcikán minden egyes óvodában lehetőség legyen tulajdonképpen ezen a programon részt venni. Magyarul egy ilyen kis sportkomplexuma legyen az óvodának. Itt is egy kicsit ketté szedném a dolgot. Ugye itt az itteni barcikai szakemberek által kidolgozott, mondjuk úgy programsorozat, ami elindult, el fog indulni, ez egy szintén egy újdonságnak mondható, ami most ugye egy kicsit górcső alatt is van, hogy az óvodásoknál hogyan lehet azokat az alapképességeket feltérképezni, illetőleg minimálisan megszerettetni, vagy minimálisan fejleszteni, ami nyilván korosztályi szinten ez lehet. Ami azt is jelenti, hogy olyan sportágak, mint a labdarúgás, mint a röplabda, mint a kézi, mint az RG, tehát a lévő szakemberek igazából foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel egy 45 perces ilyen rövidített óra keretében, ahol nyilván a korosztálynak megfelelő játékossággal feltérképezik azt, hogy egyébként ezek a gyerekek hogyan mozognak, hogyan szeretethető meg velük mondjuk egy labda, egy ugrás, ez tulajdonképpen milyen szinten van. Akár felfedezik a jövője sportolóit. Így van. Az is lehet. Egyrészt látják azt, hogy a tehetségek tulajdonképpen hova tartanak, vagy tulajdonképpen mi az, ami most jelent. Ez egy tehetségkutatás is kvázi? Nem nevezném így, azért nem, mert tulajdonképpen azt a célt is szolgálja, és leginkább erre is fókuszálnék, hogy ugye egy felzárkóztatási rész is van benne. Tehát azok a gyerekek, akik mondjuk egy bukfencet, vagy egy labda elkapást mondjuk nem tudnak megtenni, de nyilván ez is szigorúan szakmai kérdésként kezelném, azokat hogyan lehet egyébként felhozni arra a szintre, vagy hogyan lehet egyébként ezt a egy ilyen kicsit ilyen bájosságot adni ennek a dolognak, hogy egyébként ezt megszeressék és a későbbiekben, amikor majd már, ugye ezek a gyerekek már, akikkel ezek a szakemberek foglalkoznak, ilyen külön, kvázi külön óra keretében, ezek 6-7 éveseknek mondhatóak, az azt jelenti, hogy a mindennapos testneveléssel az elkövetkezendő időszakban ugye az általános iskolában már találkoznak. Értelemszerűen ott már azért lehessen egyfajta információ átadás is, hogy valóban, ahogy ön említi, hogy vannak már bizonyos tehetségek, akikre majd figyeljenek oda, és vannak olyanok is, akiknél a felzárkóztatás, vagy maga a sportnak való megszerettetése egy kicsit keményebb munka lesz, vagy egy kicsit úgy nagyobb odafigyelést takar. Tehát nem feltétlen az, hogy csak a kiválóságokat emeljék ki majd a későbbiekben az egyesületek, persze ez is nagyon fontos,
De alapvetően az a cél, hogy az egészséges életmód, a mozgás megszerettetése már egész-egész fiatal korban tulajdonképpen elinduljon Kazincbarcikán. És ez ugye a későbbiekben, lásd az előző témához kapcsolódóan is ugye egy olyan dolgot hozhat magához, hogy ne kallódjanak el ezek a gyerekek, hanem akár egyesületi formában a későbbiekben, vagy intézményesített kereteken belül, tehát iskolai foglalkozásokon belül, ugyanúgy a sporttal legyenek kapcsolatban, ami nyilván most már ugye először nem is kell beszélni, hogy akár egy középkorosztályi szintet is elérvén, hogy a saját egészségi állapotára, meg az egész életére milyen hatás gyakorol, annak a pozitívumát úgy látom, hogy ezt már senki nem kérdőjelezi meg. Tehát ezért van az, hogy minél fiatalabb korban szeretnénk azt, hogy szeressék a sportot a gyerekek. Ugye említette, hogy szakemberek foglalkoznak az óvisokkal is, egy 45 perces óra keretében kvázi. Ez jár majd költségekkel? Igen. Nyilván azt nem lehet elvárni, hogy teljes költségét, hanem van itt is egy kicsi megosztás. Ugye azok a szakemberek, akik így foglalkoznak a gyerekekkel, ugye a napi szinten, szinte ugye ez a 11 órától, ők nekik egy 1200 forintos havi térítés van, tehát ez azt jelenti, hogy alkalmanként 300 forintot kell a szülőknek fizetni. Ettől függetlenül ugye a nap többi szakában azok a pedagógusok, fejlesztő pedagógusok, akik ugye a pályázat révén különböző képzéseken is részt vettek, azok ugye nyilván ugyanúgy használni fogják ezt a kis helyszínt, pontosan arra, hogy a különböző sportágakat vagy a különböző mozgáskultúrákat elsajátítsák. Ugye korosztályi sajátossága ennek tulajdonképpen, hogy gyorsabban fáradnak a gyerekek, viszont irgalmatlanul gyorsan regenerálódnak. Tehát egy pár perces pihenést követően ugyanúgy ugrik neki egy körbefutásnak, vagy bárminek, egy ugrabugrának. Tehát itt azért van kihívás természetesen az óvodapedagógusoknak is, de azt gondolom, hogy az, hogy egy ilyen helyszín van, az egész biztos, hogy egy óriási előrelépés a város sport életében. Tehát akkor 4 óvodában ez a rendszer már gyakorlatilag most működik. Így van. És még van 2 óvoda, ahol pedig folyamatban van a beruházás. Ez mikorra valósulhat meg? Igazából a pályázat benyújtásra került. Ugye itt éves szinten szintén ez is egy olyan finanszírozásra van felépítve, ami bizonyos sportágaknak a taójából kap bizonyos támogatást. Úgyhogy maga a pályázat benyújtásra került, az önkormányzat ugyanúgy az előző pályázathoz is, ehhez is ugye az önerőt gyakorlatilag biztosítja. Ezeknek a tulajdonképpen elbírálását követően lehet szó arról, hogy elindul az, hogy a másik 2 óvodában is ez megszületik, ez a jövő évre datálható. Én nagyon szeretném azt, hogy ez jövő év elején, valamikor már az idő, mikor engedi, akkor ennek a kivitelezési munkája meglegyen, és ott is ugye a szalagvágás megtörténjen, és akkor tényleg komplexen lehet gondolkozni azon, hogy ez az óvodákban ez a program milyen sikerességgel működik, vagy hogyan lehet ezt is fejleszteni. Addigra egyébként én azt gondolom, hogy lesz szintén gyakorlati tapasztalata a pedagógusainknak, az egyesületi szintű vezetőknek, hogy mik azok, amin esetleg fejleszteni kell, elegendő ez az idő, költségek szempontjából egyébként ez mit jelenthet a későbbiekben, tehát itt is azért ez is egy ilyen puding próbálja az evés. Visszajelzések azt mondják, hogy nagyon jó, és sok a mosolygás, ami azt gondolom, hogy jó, de természetesen itt is azért idomulunk ahhoz, hogy majd a különböző kérések, igények mik lesznek, és akkor együttesen az egész város lefedően hogyan tud majd jövőre megint csak működni ez a program. Azt hiszem, hogy fogunk még erről beszélgetni, majd a visszajelzésekről is. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.